Bátaszéken hagyomány már a gimnáziumban, hogy az iskola névadó király emlékére rendezvényeket szerveznek. A Géza Tusa felvezetője a sorozatnak, melynek keretében 4 tudományágban mérhetik össze tudásukat a jelentkező. Az elmúlt években a Covid miatt elmaradt a tanulmányi verseny, így újra kellett éleszteni a hagyományt. Az idei évben, hogyha a járványügyi helyzetet is figyelembe vesszük, azért 60 gyereket sikerült megszólítani, és 4 tudományterületen tudtunk versenyt indítani. Ugye ez nálunk a Géza naphoz kapcsolódó rendezvény, ez a Géza Tusa, hamarosan kezdődik a királyválasztási kampány, és ugye ehhez kapcsolódik egy picit ez a versenyünk is, és ez a 4 terület pedig a 2 nyelv volt, amelyből nagyon nagy érdeklődés volt, németből, angolból, matematikából, illetve a hagyományos történelem művelődés történeti versenyünk. Ez utóbbiban ezúttal az Árpád-kort kellett feldolgozniuk a résztvevőknek. Sümegi József igazgató azt mondja, ez az egyik legnépszerűbb tananyaga a magyar történelemnek. A verseny szervezésének nem csak az ismeretek felfrissítése a célja. Természetesen mi szeretnénk megszólítani, illetve meghívni ezzel az általános iskolás gyerekeket, azokat a tehetséges gyerekeket, akik valamilyen területen kiemelkednek. Egy picit ezzel megmutatjuk az iskolánkat is, és nyilván valamiféle kedvet szeretnénk ahhoz teremteni, hogy hozzánk jöjjenek. A Géza napok keretében hamarosan sor kerül majd a királyválasztásra is, hogy aztán a város apraja nagyja ismét átélhesse a koronázási szertartás hagyományát is.